A művészeti gimnáziumba jártam, kerámia szakon, és folyton izgatott a többi szak is, úgyhogy én végigcsináltam az ötvösökkel is a feladatokat, meg a textilesekkel is. És aztán végül, mielőtt a főiskolára felvételiztem, akkor láttam egy kiállítást, ahol az egyik kerámikus kolléganőnek, a Gessler Marinak láttam egy olyan gyönyörű kerámiáját, hogy azt gondoltam, hogy ilyen szépet én soha nem tudnék csinálni, és akkor ezzel teljesen vége volt a kerámiának. És gondoltam, hogy valami egész mást kellene keresni. És mivel engem mindig a formák izgattak jobban, mint a színek, ezért természetesen csak olyasmire gondoltam, hogy szobrászat, vagy formatervezés, vagy ilyesmi. És végül is többször felvételiztem ide-oda, és üvegszakra vettek föl. De ez még nem azt jelentette, hogy egyenes út a üvegművészet felé, mert a főiskolán is mindenfélét csináltam. És amikor már lediplomáztam üvegből, utána nem üveggel foglalkoztam, hanem még tehát kezdő felnőttként is egész más csináltam. És azt nagy szerencsémnek tartom, hogy Siklósra lehívtak egy betonszimpózionra, teljesen véletlenül valaki helyett, és akkor ott megint a formákkal kerültem kapcsolatba, és mivel a beton szimpózium folytatása egy műanyagbeton szimpózium volt, és utána pedig elkerültem Barcsa a Chemicalhoz, ahol ilyen műanyagbetonnal foglalkoztam, és főleg gyerekjátékokat csináltam óvodákba, meg hát ezek nagyobb méretű szobrok is voltak. És hát hosszú évekig egyáltalán nem is gondoltam az üvegre, nem is foglalkoztam vele. És egyszer csak úgy villámcsapásszerűen fogtam magam, befejeződött ez a betonprogram, így a külvilágba is, meg az agyamba is, és akkor fogtam magam, és kibéreltem ezt a műhelyt, és elkezdtem berendezkedni üvegre. És azóta meg nem tudok mást elképzelni. Viszont ez vagy olyan 15 évvel ezelőtt lehetett már. Azóta egyfolytában borzasztóan izgat az üveg, és tulajdonképpen egyre rejtélyesebb, úgy érzem. Szóval minél többet tapasztalok belőle, annál jobban látom, hogy mennyire kevéssé ismerem, és mennyire csak azt mondhatom, hogy az üveg tisztelője vagyok, nem pedig a tudója. Na most én nem csinálok üveget. Magát az üveganyagát én nem csinálom, hanem én általában kész síküveget dolgozok föl. És hát épp elég sok munka vissza van még vele, úgyhogy szinte én ezt nyersanyagnak tekinthetem a síküveget, holott valójában nem az. És mivel hogy az üveges szakma technológia szempontjából rettenetesen szerteágazó, és nem lehet mindenféle technológiára berendezkedni egy embernek. Én azt választottam, hogy rogyasztásra, vagy más szóval hajlításra fogok ráállni. És maga ez a egy néven nevezett technológia, ez a rogyasztás, ez is borzasztóan sokrétű, úgyhogy millióféle formája van. A hajlítástól kezdve a tömörítésig, vagy olvasztásig. Olvasztani lehet homokba, gipszbe, különböző anyagokba. Úgyhogy én ezzel foglalkozom. Tehát a rogyasztásnak és a hajlításnak a különböző módozataival. Egy rogyasztó kemencém van, illetve kettő, és valamennyi csiszológépem, ami nélkülözhetetlen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én csiszolt plasztikát is tudnék csinálni, nem nagyon tudok, illetve hát nagyon egyszerűsített változatát. Tehát aki csiszolt üveget szeretne csinálni, annak be kell rendezkedni egy egész műhelyjel.
millió csiszológéppel. Vagy pedig aki olmozni akar, olmozott színes üveget, az berendezkedik az olmozásra és festésre. Az üvegfestés szintén egy borzasztó, bonyolult és szerteágazó technológia. Magyarországon nem nagyon van hozzá semmilyen alapanyag, de mondjuk, hogyha az ember áldozza az életét, akkor elérheti, meg megcsinálhatja saját maga a festékektől kezdve. Tehát az üveget is megcsinálhatom magamnak, a festéket is kibányázhatom, de akkor nem marad időm rogyasztani, ugye? Szóval az más dolog. Ugye én úgy dolgozom, hogy fölmelegítem az üveget, és aztán lehűtöm. És ugye az ember azt gondolná, hogy az a lényegesebbik dolog, hogy melegítem föl, és aztán majd kihűl, de hát ez nem így van, hanem fordítva, hogy itt a rogyasztás esetében a hűtés az, ami a legfontosabb és a legkényesebb része, azért is vagyok ilyen műszerrel fölszerelkezve, mert nagyon lassan szabad csak hűteni az üveget, sőt, hát attól függően, hogy milyen formát csinálok, hogy hosszúkás, vagy gömbölyű, vagy szögletes, vagy vékony, vagy vastag, mindig, minden esetben különbözőnek kell lenni a hűtési görbének. A magam részéről a legtöbbet úgy érzem, hogy a sikertelen kísérleteimből merítek, de ezt komolyan mondom, hogy ha szeretnék valamit csinálni, és valamilyen technológiai sikertelenség miatt egész más jön ki belőle, mint amire én gondoltam, akkor általában az szokott lenni, hogy én nagyon boldog vagyok, mert valami csoda szép jön ki, és akkor arra indulok el legközelebb, és annak járok utána, és azt próbálom valahogy megjeleníteni. Nekem nincsen, azt hiszem, ilyen olyan ideálom, amit igyekeznék megközelíteni, vagy pedig nem tudom, vagy hogy túl erős az én egyéniségem. Engem mindig az izgat, ami még nem volt. Szóval, hogy úgy látom, hogy valami olyasmiféle kíváncsiság mozog bennem, hogy persze ez nem azt jelenti, hogy nem tisztelem az elődöket, hanem csak azt, hogy egyik kort se részesítem különösebben előnybe, hogy mondjuk nekem jobban tetszen a szecesszió, mint a gótika. Nincsen ilyen. Nincsen ilyen. Mindegyiket tisztelem, és mindegyiknek megvan a maga érdekessége. És mindegyikből lehet tanulni, és kell is. Az érdekel, hogy ami kijön végeredménynek, az legyen valami újdonság, legalább az én számomra. Mert az, hogy másnak a számára érdekes, vagy újdonság, vagy nem, hát az úgyis majd csak sokára derül ki, az engem különösebben nem befolyásol.